Bohózat, ami egyben dráma a kaposvári labdarúgás szempontjából, az MB2 12. helyén telelő korábbi MB1-es a pénznélküli tulajdonosok és kvázi befektetők járkálnak, távoznak úgy sorban, ahogy átigazási piacon amúgy a játékosok szoktak. Így most már csak a városvezetés segítségében bízhat a klub és a focisták, akiknek képviselőjét, a veterán Rajci Pétert kérdezik, ő járt egyébként a polgármesternél. Jó reggelt kívánok, szervusz Péter! Jó reggelt, szia. Ha lenne, lett volna üveggömböd, amiben előre látod a jövőt, akkor a nyáron hazaigazoltál volna? Ja, talán akkor is, hiszen nem csak a pályán tudok most segíteni a csapaton, hanem úgy gondolom, hogy pályán kívül is, és hát most elkér a segítség, főleg az anyagi, hiszen ugye említetted említett is, rengeteg ígéreten vagyunk túl, ugye tulajdonos jött-ment, mekkora volt az állóvizet, viszont pénz, pénzhez aligítottunk, úgyhogy egyetlen bizodalmunk az a, a polgármester, illetve a város vezetése. Emiatt jártam is a polgármester úrnál, és ígéretet kaptunk arra, hogy rendezik a szituációt. Na most Péter, mi az, amit jelen pillanatban a játékosok, a játékosok vezetői látnak? Ugye a hírek szerint több millióval tartozik a vezetés a focistáknak. Mióta nem kaptatok pénzt, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor volt valami kisebb összegről szó még karácsony előtt. Azóta mi történt? Igazából a tartozások az ilyen négy, illetve hét hónap között vannak. Amikor beszéltünk legutóbb, tényleg egy minimális összeget hozott az új tulajdonos, viszont az arra volt elég, hogy mondjuk egy hónapig ne nőjön tovább túlságosan tartozás. Úgyhogy sajnos ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint akkor. Az ígéret az, hogy jövő héten egy fizetést mindenképp kapunk, aztán a tartozásoknak az ütelezését is reméljük, hogy elmondják, hogy hogyan lesz. Viszont ha nem érkezik követem pénz, akkor nagyobb bajba is kerülhet a csapat, hiszen hétfőn még van átigazolás, és két-három emberről tudok, akinek van konkrét csapata, és még eligazolhat hétfőn. Ez viszont az járhat, hogy tuti kiesik a csapat. Te, ahogy ezt mondtad az elején, még ha láttad is volna, hogy ilyen nehéz a jövő, akkor is könnyen lehet, hogy Kaposvárt választod van ennek egy érzelmi része is, bármi is történjen, te tavaszalót ott leszel. Én úgy gondolom, hogy itt leszek. Elég deficites nekem ez a fél év, de, de tényleg nekem ez a nevelőegyesületem, szeretnék tenni érte, és ha tudok, akkor úgy érzem, hogy kicsit kötelességem is. Nyilván nem szeretek Csegevárát vagy Római Hódot játszani, egész életemben szeretnék a, a Bayern a meccsen teljes messzélességgel és tiszta fejjel ott lenni. Ma is bajnoki mérkőzésünk van, ugye több edzőmérkőzés edzés, illetve ez a bajnok is veszélybe volt, hogy esetleg nem áll ki a csapat, de úgy néz ki, hogy sikerült a srácokat meggyőzni arról, hogy, hogy muszáj játszani, hiszen ma egy riválisan játszunk, a kiesés ellen. Úgy gondolom, hogy részben kötelességünk, részben pedig, ha mégis jól alakulnak a dolgok, akkor, akkor mindenki jól jár azzal, ha ma ezt a mérkőzést megvívjuk, és reméljük, hogy sikeresen. Tehát ma Csákváron elkezditek a tavasz idény, ez biztos? Igen, ez biztos. Lehet-e azt látni, előtted világos-e, hogy ebben a zavaros tulajdonosi helyzetben a gazdasági társaságnak ki a felelős vezetője? Tehát ki az, aki ígér és ígérhet pénzeket ebben a helyzetben, és ki az, aki igazolhat? Tehát valamilyen módon mégiscsak irányítja ebben a nehéz helyzetben a klubot. Hát jelenleg János a klub ügyvezetője, aki tegnap a lemondását, vagy hát lemondott a posztjáról, nyilván addig, amíg ezt nem fogadják el, addig ő az ügyvezető, és ő dönt mindenről. Nyilván ő tud ígérni, de ő azt tudja megélni, ahogy neki megígérnek. Tehát felsőbb szinten esetleg a városvezetés, vagy, vagy, vagy szponzor. Tehát ő nem szokott olyat mondani, hogy most hasára üt, és akkor holnap, vagy a van fizetés. Sajnos ezt megtette, helyette más, aki idejött, mint tulajdonos, vagy tulajdonos képviseletében, és ez nem teljesült bízunk abban, hogy rendeződik a dolog. Tulajdonosként, reménybeli befektetőként Sólyom Sándor volt az utolsó, aki ott, hát aki ott manifestálódott, akit ott láttatok, és nem csak pletykákban vagy utalásokban Igen. szerepelt, hogy jöhet, ő az utolsó. Uh -huh. Igen, ő az utolsó. Na most, ugye ahogy erre tettél utalást Szita Károly polgármesterrel tárgyaltál a játékosok képviseletében. Mire jutottatok? A polgármester úr ugye azt mondja, hogy meg kell menteni a kaposvári labdarúgást, és a játékosokat már régóta és többen hitegették ebben, sokaknak van felelőssége. Mit ö, ígért nektek? Tehát mi az, amit nem fog hagyni ezek szerint az önkormányzat? Hát azt nem fogja hagyni reményeink szerint, hogy ö, egyrészt csődbe menjen a klub, másrészt, hogy szétessen a csapat. Tehát úgy gondolom, hogy van egy ö, anyagi része és a dolognak, illetve egy szakmai része, mert ha egyik se teljesül, akkor, akkor valószínű a kiesés és akkor az úgy gondolom, hogy egy csomó olyan dolgot magával vonna, ami, 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 ami nagyon nagy kárt okozna a Kaposvári Hát az tovább, ugye azt jelenti, hogy így is csökkentek a tévés jogdíjak, hogy az MB2 eleve más körülményeket teremtett, mint az MB1, erre is hivatkozott a klubvezetés, hogy nehézé vált a helyzet. Mert egy közben egy milliárdért megkezdődött a stadion fejlesztése, és az is egy nagy kérdés, hogy például erről ti mit tudtok, szóba került a polgármesterrel, hogy a zavaros állapotok miatt ezek a fejlesztések veszélybe kerülhetnek-e? Azt nem tudjuk, hogy ö, hogyan vagy miért kerülnének veszélybe, de nyilván, hogyha kiesnénk, akkor, akkor erre nem kerülne sor, és ez, ez, ez nagy, nagy érvágás a városnak is. Ezek szerint, hogyha nem találtok belátható időn belül új befektetőt, akkor az önkormányzat fogja anyagilag is segíteni tavasszal a csapatot? Hát a háttérben annyira nem látok bele, vagy nem látunk bele, hogy most az önkormányzat ezt hogyan fogja megoldani. Lehet, hogy ő szerez szponzort, vagy ő segít anyagilag, ezt nem tudjuk, ezt ők tudják megmondani, de valamelyik megoldást úgy gondolom, hogy nagyon sürgősen elő kell venni, úgymond, mert tényleg az utolsó utáni órában vagyunk. Különösképpen azért, hiszen például Olá Lórán korábbi csatárotok lépését, ugye neki is tartoznak nyomán, a felszámolás is fenyeget. Erről is gondolom mindenki tud, nem? Igen, tehát van egy felszámolás is, van egy végrehajtás is, van naptartozás is, úgyhogy nagy a baj. Azt mondd meg Péter, hogy mindezen közben ti gyakoroltok, edzetek, azért nyilvánvalóan gyengült a csapat, mondtad, hogy mentek el, el is akarnak még menni, amíg ezt meg lehet tenni. Lehet-e ebből a helyzetből, amiben vagytok tavasszal kiesési gondotok? Hát eh, akkor lehet, hogyha ha még tovább gyengülünk. Tehát eh, az utolsó edzőmérkőzésen is eh, próbáltunk úgy felállni, hogy az első bajnokin fölfogunk, hát ez nem fog sikerülni, mert ugye itt volt egy kérdés, hogy, a, hogy az Ádó, aki légiósnak számít, játszhat-e? Most a Tulajdonos, aki végül is elment, ő bevállalta volna, hogy fizeti, aztán nem fizette, úgyhogy az a döntés maradt, hogy ő nem játszhat, sajnos. Úgyhogy az edzőnek is megvannak a gondjai. Most elmegyünk 12 egészséges mezőnyátékos a Csákvára, még emelé leül két-három fiatal, aki alig-alig edzett, hiszen sérültek voltak egy ifjú a, a padon, úgyhogy van két-három játékos, aki csak a jövő héten tud csak csatlakozni, mivel az átjogazásból is ki vagyunk zárva, és, és ilyen kis kapukat kellett keresni, hogy tudjunk erősíteni, úgyhogy a mai napot azt túl kell élni. Azt mondják, hogy ezt, ami itt már hetek, sőt hónapok óta zajlik, ezt hogyan tudják elviselni elsősorban azok a fiatalabb játékosok, akiknek nincsenek feltétlenül anyagi tartalékai? Hát igazából én úgy gondolom, hogy a, ezek a fiatalok viselik el a legkönnyebben, hiszen ők még tavaly nem is kerestek, tehát nulla forintot vittek haza, és úgymond otthon éltek, laktak, laknak talán mai, most is, és akiknek nagyon súlyos helyzet az a dolgozók, tehát pályamunkás, szertáros, takarító, stb. 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 akik minimál bért vagy környéken keresnek, és tényleg négy-öt hónapja nem kaptak fizetést, illetve azok a játékosok, akik nem ide lakás lakást kell fenntartaniuk, ok, és ilyen úgymond középkategóriás játékosok, akik, akik nem keresnek annyira jól, de, de tudtak félreteni, de azt a félretett pénzt már ezzel a 4-5-6-7 hónappal felélték. Minden esetre, akármi is lesz, neked ma az a feladatod, hogy további rajci gólokkal nehezítsd a klub helyzetét és növeld a tartozásokat. Így kell fölfogni, valahogy ki kell jönnetek a gödörből. Ez sok sikert nektek, sok szerencsét. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Nagyon el, szépen köszönjük és. is.